Egyre jobban felfedezzük ennek a helynek a szépségét, és érezzük a szentségét. Már 20 éve a Bogárfalvi Egyházközség a boldogságos szűzanya, tisztelő és szerető hívei itt imádkoznak. A szűzanyának mondják el örömeiket, gondjaikat, felajánlják szándékaikat és elsíratják szeretteiket. Minden alkalommal kérik a szűzanyát, hogy vezesse őket a Szent Fiához. Az egyházközség a szűzanya oltalma alatt lelkileg erősödött. Erősebb lett a hívek ragaszkodása egyházunkhoz, meghittebb kapcsolatok alakultak ki a családok és személyek között is. Egymásra figyelés segítő készség, egymás örömének és szomorúságának megosztása jellemzi most már egyre inkább ezt a kis egyházközséget. Ezért az annyi oldalon részesedő közösségért adunk hálát ma mindenható Istennek. Köszöntjük a szűzanyának, aki mindig közben jár fiánál családjainkért, ifjúságunkért, gyermekeinkért. Hálával gondolunk azokra a személyekre, családokra, közösségekre, akik régi vágyunkat beteljesítették, 20 évvel ezelőtt felépítettük ezt a szép kis templomot. Sokan közülük ma még velünk imádkoznak és ünnepelnek, de vannak, akiket a mennyei atya hazahívott. Ők is, még sokan mások imádságuk mellett jelentős anyagi áldozatot hoztak a templom felépítésénél, értük is hangozzék az imádság.
az életetek megnyugszik, amikor beléptek a kis templomunkba, a kép felidézi a fatimai látnokokat, amint a rózsafüzét imádkozzák. Isten dicsőítik a Mária tiszteletük által. Az elvégzett imátok megáldja ti mindennapi munkátokat is. Az egyik gyermek látnok Ferenc mindig elbújt, amikor társai keresték, azt válaszolta nekik: imádkozom, mert így vigasztalom meg Jézust, aki nagyon szomorú az elbukott emberek miatt. Imátok nem csak vigasztal, hanem értelmet ad életeteknek, munkátoknak. Az elmúlt hetekben szépé tettük ezt a templomot, újra festettük, kívül is rendbe tettük a templom környezetét, hogy tetteitekkel is megmutassátok, hogy szeretitek az Istent. Így emlékezünk az évfordulóra, ami által cél kap nem csak a szépült templom, hanem ti és családjaitok. Az ima és a cselekedet lesz hitetek küzdelme, ami Máriától vezet Istenhez. Ma legyen ez a búcsú és évforduló ünnep a hála ideje. A lelki építkezés 20 évét köszönjük a mindenható atyának és a templom patrónusának, a fatimai szűzanyának. Ezekkel a gondolatokkal kezdjük el most ünnepi szentmisénket. Dicsőség a magasságban Istennek! Az legyen veletek, és a veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből: boldog a mély, amely hordozott téged, és az emlő, amelyet táplál. Erre így válaszol: és még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják, és meg is tartják. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Szeretett jó testvéreim! Valami csodálatos az ébredő természet, a virágzó fák és növények. Május a legszebb hónap. És úgy akarta az egyház, hogy a legszebb hónap a legszebb asszonyé Máriáé legyen. Úgy akarta, hogy ebben a hónapban hittel, bizalommal tekintsen a fatimai szűz felé. Azt akarta az egyház, hogy a legszebb hónapban sok-sok fohászunk, sok-sok gondolatunk afelé, az asszony felé szálljon, akinek Isten után a legtöbbet köszönhetünk, aki első a kegyelem rendjében, aki a legnagyobb a szentek között. Azt akarja ez a hónap és a fatimai boldogságos Szűz Mária ünnepe, hogy máriás lelkületet alakítson ki bennünk. Az egyház állandó imája: tégy méltóvá engem, Szent Szűz, a te dicséretedre. Mert őd méltón dicsérni nagyon nehéz. Próbáljuk dicsérni az édesanyát. Még olyan nagy költőnek is, mint Petőfi Sándor elakad a nyelve, mi ő nekünk, azt el nem mondhatom, mert nincs arra szó, nincs rá fogalom. Mert ki tudná elmondani, hogy milyen is a szűzanya? Ó, ha megjelenne itt Bogárfalván, mint Fatima mezein, akkor megértenénk, hogy mennyire fontos kérni: tégy méltóvá engem, Szent Szűz, a te dicséretedre. Kedves testvérem, a szűzanya megérdemli az ünneplést, megérdemli szereteteteket, megérdemli hűségeteket. És amint a plébános úr is mondotta a bevezetőben, amikor ezt a templomot építettétek, őt kértétek meg, hogy védőszentje legyen egyházközségeteknek. Életeteket, jeleneteket, jövőtöket az ő kezébe tettétek le. Annak a kezébe, aki szerető édesanyátok.
annak a kezébe, aki sokszor jár közben értetek a jó Istennél. Annak a kezébe, akinek segítő ereje túlnő minden teremtményé. Az egyházi év folyamán sok ünnepe van Máriának. Sok címen tisztelte a keresztény kegyelet, és ti ünnepei közül a fatimai szűzanyát választottátok. Azt a napot, amikor 1917. május 13-án először megjelent Fatimában. Amikor Fatima kiegészítette Lourdot, és tovább vezette a teremtményeiről való isteni gondoskodás gondolatát. És mi ma a fatimai szűz felé nézünk állítatos szeretettel. Ő a mennyország királynője, édesanyánk lett. Kalkutai Szent Teréz anya életrajz írója egy nagyon kedves kis történetet jegyzett föl. Egy alkalommal elkísérte Teréz anyát szegényei közé. Amint sorba álltak a betegellátónál, amint köréje tolongtak a lepratelepen, mindig újra félhangosan ezt a szót hallottam: anya. Nem mintha valamit mondani vagy kérdezni valójuk lett volna, hanem egyszerűen csak arra vágytak, hogy kapcsolatba kerüljenek vele, hogy tudják, ott van. Kezek nyúlnak felé, és a szája boldogan ejtik ki. Kedves testvéreim, mi is hasonló szeretettel vesszük körül Jézus Krisztus édesanyját, és köszöntjük azáltal, hogy számtalanszor ismételjük ezt szót: anyám. Jó kimondani ezt, jó megszólítani a tiszta szűzet, jó tudni, hogy szeret minket, és mi viszont szerethetjük őt. Kedves testvérek, bizonyára nem véletlen, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus az Istenember édesanyát választott magának. Egészen ember akart lenni, méghozzá Istenhez illően, csodálatosan. Emberi atya nélkül, de földi édesanyától. Vajon miért? Mert így akarta megmutatni a mindenható Isten, hogy milyen nagyra becsüli az anyai hivatást. Meg akarta mutatni a világnak, hogy a nő sokkal több, mint nő. Benne és általa adja Isten a világnak a három legértékesebb ajándékot, az élet, az öröm és az üdvösség forrását. Kedves testvéreim, az édesanya az élet forrása. Isten neki adta ajándékba az életadás csodás hivatását. A szűzanyáról hangzik el, hogy ő a Szentlélek mátkája. A Teremtő Isten közvetlen isteni erővel tette őt édesanyává, az Isten fia anyjává. De ugyanígy Isten teremtő életet adó ereje nyilatkozik meg minden anyaságban, és ezért minden édesanya a Teremtő Istennel van eljegyezve, hiszen csak Isten lehet az élet végső forrása. Ha az édesanya az élet forrása, akkor ebből azt következik, hogy ennek a forrásnak, tisztának és szentnek kell lennie. Régen minden forrás szentnek tartottak az emberek. Ma már alig akadnak tiszta, szent források, de annál bővebben buzognak a mérgező, gyilkos, szenny források, a halál forrásai. Ezek az önzés, a hiúság, az érzékiség, a gyűlölködés, a felelőtlenség sokszor mérges kútjai. Életforrásnak lenni nagy méltóság, de nagy boldogság is. A szűzanya is remegő hangon mondta az angyalnak: legyen nekem a te ígéd szerint. Erzsébet látogatás alkalmával azonban már a boldogság himnusza tör fel a lelkéből, amikor a Magnifikátot énekli: íme boldognak mond engem minden nemzedék. Kedves testvérek, másodszor elmondhatjuk, hogy az édesanya öröm forrás.
Isten a férfi által munkát és küzdést, az asszony által pedig mosolyt és meleget akart hozni a földre. A boldogítás szerepe jutott neki osztályrészül, amit nagyszerűen fogalmazott meg Madács az ember tragédiájában, amikor ezt írja, s ha a tett, dús életed zajában elnémult az égi szó, e gyöngenő, tisztább lelkülete meghallja azt, és szív erén keresztül költészetté fog és dallá szűrődni. Sajnos a mai modern nyelvben ritkán fordul elő az édesanya, a hitves, a feleség szó, de annál gyakrabban a nő, az élettárs, a csaj, az öreglány. Vajon miért szerettük meg ezeket a semmitmondó kifejezéseket, és közben nem vesszük észre, hogy ezek leépítik a női méltóságot? Pedig az ember világában a nő egy szent hivatás hordozója, a hitvesi, az édesanyai hivatási, amely boldogabb kell legyen, boldoggá kell tegyen másokat, örömet kell sugározzon az ember életébe, jóságot és vigaszt kell vigyen a világba. Ez a nő hivatása. Vagy talán a dolgozó gép, beszélő hangszóró, kirakat báb, vagy elromlott automata, amely elnyeli a pénzt, de nem nyújt érte semmit? Vagy valóban az, akin keresztül az Isten adő szeretetét sugározza a földre? A szűzanya valóban az isteni szeretet eszköze. Ő általa jött a tökéletes öröm a földre, a felszabadulás az örök élet öröme. De ő általa jön a lelkesítő szépség, a vigasztaló erő is évszázadokon át. Kedves testvérek, végül az édesanya az üdvösség forrása. A szűzanya közreműködött Jézussal a megváltás művében. Innen kiindulva egy kis okoskodással következtethetünk arra, hogyha Mária a megváltó édesanyja, akkor egyúttal az üdvösség forrása is. Mária hajnalcsillag, szoktuk mondani a litániában, mert Jézus az üdvösség napja. Csak egy dologról nem szabad megfeledkeznünk, és pedig arról, hogy a megváltás szenvedéssel jár. Mivel Mária megváltó édesanyja, ebből automatikusan következik, hogy ő a fájdalmas anya is. Édesanya csak az lehet, aki vállalni tudja a fájdalmas anya szerepét, hogy fiataljaink lelkileg szabadok legyenek, lelkesedni tudjanak, hogy megtalálják életük értelmét, és a szeretetben boldogok legyenek, ahhoz nem elégséges a szép szó, hanem szükség van az áldozatos példaadó életre, a fájdalmas anya szerepét betöltő és vállaló személyre. Minden édesanyának, sőt nagymamának, Szent Mónika példáját kellene követnie, aki több mint 30 éven át imádkozott, bőjtölt, vezekelt fia megtérésért, akiből később a híres hippói püspök az egyház egyik legnagyobb szentje, Szent Ágoston lett. Kedves testvérek, az édesanyák öle forrás, hogy benépesedjék a föld. A fájdalmas anyák szíve az oltár, amelyen az örök élet fénye ragyog fel, hogy benépesedjen a menny. Mert szenvedni annyi, mint diadalt aratni. Axel Munthe, svéd orvos írónak van egy érdekes könyve, a San Michele regénye. Ebben leírja a messinai földrengést, amely pillanatok alatt 30 ezer ember életeit követelte. A város romba dőlt, a szörnyű pusztulás után egy lezuhan gerendán ülve egy édesanyát pillantott meg. Homlokán végig csúnya sebb,
de a gyermek sértetlen maradt. Most mellére teszi a kicsit. Mellette egy kosárban egy másik csecsemő. Nyilván a pusztulásban anya nélkül maradt, ezt is ő táplálja. Ránéztem erre a derék, kemény vágású, kalábriai asszonyra és a két szopó gyermekre. Akkor egyszerre megvilágosodott előttem, halál, hol a te fullánkod, halál, hol a te győzelmed. Bizony nem ott, ahol a sebesült és rongyokba takart anya a magái mellett az idegen gyermeket is táplálja, hanem ott, ahol a jólétben élők saját gyermeküktől is megtagadják az életadó szeretetet. A halál ott diadalmaskodik, ahol az édesanyák és apák kezéhez ártatlan gyermekek vére tapad. Kedves testvérek, ne feledjük, a halállal egy nemzet pusztulásával csak a gyermeket vállaló édesanyák és apák tudnak szembenézni. A kezek, melyek a bölcsőt ringatják, kormányozzák a történelmet is. Mai elmélkedésünk középpontjában egy édesanya állott, akiről elmondottuk, hogy ő az élet, az öröm és az üdvösség forrása. Ő a legtökéletesebb édesanya, aki minden anyának példaképe kell, hogy legyen. És ennek az édesanyának a neve Mária, akit ma köszöntünk. Mi más lenne a feladatunk, mint hogy köszöntsük őt úgy, ahogy köszöntötte egykor Isten angyala, mondjuk együtt, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek bölcse Jézus. Asszonyom Szűzi Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben. Mennyek és Földnek teremtőjébe, és a Jézus Krisztusban, az egy szülött fiában, a mi urunkban, aki fogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Panciós Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan ön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Yes.